Ába József, fényszületik, a kis Jézus megérkezik. Zúzmara erdőre angyalok szálltak, a kis Jézus születésére fehér ágon vártak. Fehér hóban, sötét éjen át is ide eltaláltak. Messzi égből e szép földre rátaláltak. Tiszta hóban Jézus lelke fehér bolt van, teste töltve jelenik meg egy hihetlen földi világban. Az ember most repül és lebegve jár, s vár, a szeretett boldog asszonya égi kisbabát vár. Kis Jézusunk megérkezni készülődik-e világra? Én szép fiam, szól Mária, égi fényű édesanya. Kis Jézusom, szülessél meg, kicsi fiam. Az ember most szárnyal, mennybéli tájakra látva. Akik hisznek, minden karácsonykor csodát látnak. Akik hisznek, a szeretet lángját örvendezve várják. Mind itt, kik Máriák és Józsefek, kik ma is itt vagyunk, mind itt, mindig a kisbaba megérkezésére várunk. Bizony, kedves ünneplő szegvária, magam sem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elrepül advent, és a mai vasárnap már az utolsó gyertyát gyújthatjuk. Szeretettel köszöntök mindenkit Szegváról elszármazott apai nagybátyám Bába József gondolataival, aki versében leírja mindazt a lelkületet, a várakozás örömét, ami remélhetőleg mindannyiunk lelkét, bármekkora mértékben is, de eltöltötte vagy eltölti. Számomra ez az időszak hálával is teli. Boldog vagyok, hogy önökkel, veletek részese lehettem a szegvári adventi időszaknak. Hálás vagyok, hogy egy maroknyi ember szeretetének, fantáziájának, energiájának köszönhetően ismét létrejöhetett a Szegvárnak Egyesület által megálmodott adventi találkozások, sok-sok programmal és jótékonykodással. Köszönöm, hogy a polgármester úr, alpolgármester úr mellett biztos háttértámaszaim voltak Baratoni Sándor, Pöszmert Zsolt és Purger György. Köszönöm Kerekes Mátyásnak és Purger Zoltánnak, hogy megörökítették, és mások számára is átélhetővé tették az ünnepi eseményeket. Hálásak lehetünk azoknak, akik hétről hétre a felajánlott sütemények felszolgálásába segítettek, és megmelengedték szívünket, lelkünket forralt borral és teával. Köszönjük Kutas Imréné, Jóné Kutas Andrea, Ternai Renáta, Halál Ágnes, Zsótér Péter, Zsótér Zsibók Petra, Szabó Hédi, Szép Adrián és a Művelődési Ház dolgozóinak önzetlen segítségét. Végezetül köszönöm, hogy hétről hétre ennyien összegyűltünk, hogy egy közösségként élhessük át a karácsonyig tartó időszakot, hogy ennyi emberrel együtt készülhettem a karácsony misztériumára. Most pedig megkérném Szabó Tibor György polgármester urat, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait, majd az immáron utolsó, negyedik gyertya meggyújtásával világítsa meg teljes fényében az adventi koszorút és szívünket. Kedves ünnepi szívvel megjelent szegvária, kedves vendégeim! A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli percében köszöntöm Önöket az idei szegvári adventi rendezvénysorozat zárása alkalmából. Ismét eltelt egy év. Mint ha csak ma lett volna, hogy itt a Szabadság téren az adventi koszorú körül ünnepeltük az elmúlt évben mindannyian. Akkor is, most is a szeretetről, a megbocsátásról beszéltünk, beszélnünk. Meghitt, bensőséges beszédeket hallhattunk az elmúlt hetekben a gyertyagyújtások alkalmával. Az első ünnepségen Elemér atya gondolataival lettünk gazdagabbak. Kihangsúlyozta, hogy az összefogás milyen fontos a falu életében. Jó magam is fontosnak tartom, hiszen egy település vagy egy térség fejlődését nagymértékben meghatározza, hogy a jelenlévők, az önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozók, magánszemélyek mennyire képesek részt vállalni mindennapi feladataink megoldásából. A második gyertyagyújtáson Víg Mária, a Kurcaparti óda vezetője kiemelte, hogy a családok szerepe meghatározza az ünnepi előkészületek során. Megemlítette azt is, milyen sokat számít, hogy a gyerekeket arra neveljük, hogy adni legalább annyira fontos, mint kapni. Amikor az örömgyertyáját gyújtotta meg Németh Ildikó az iskola igazgatója, kiemelte a családi, baráti kapcsolatokat, és elgondolkodtatta a jelenlévőket azon, hogy az anyagi, hogy az elkölcsi javak a fontosabbak. Számomra választ Sima András sorai adták meg. Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is.
Csak ezt teheti boldoggá az embert. Ugye milyen egyszerűen hangzik, és mégis milyen nehéz megvalósítani? Ünnepi gondolataimat én is a szeretet jegyében fogalmaztam meg. Sok nagy gondolkodó fejtette már ki e szó lényegét. Hamvas Béla szerint a szeretet az, amikor valakinek nehézségeit magamra veszem, hogy annak életét szebbé tegyem. Jól szeretni nagyon nehéz, de aki tud, annak áldássá válik az élete, mert kétszeresen kapja vissza azt, amit sugároz. Sokféle szeretet létezik. Férfi-nő, anya-gyermek, barátság, Isten szeretet, de mind egytől fakad. Számomra az igazi szeretet a másik feltétel nélküli elfogadásáról és tiszteletéről szól. Arról, hogy nem akarom megváltoztatni a másikat, csak tiszta szívvel szeretni és támogatni, bármit is tesz, ami jó neki. Szülőként karácsonykor a gyermekem csillogó szemeit figyelem, és boldog vagyok, amikor látom, hogy milyen őszintén örül az ajándékoknak, és annak, hogy együtt lehetünk, énekelhetünk, kártyázhatunk, és beegyült hajszolva, bekuckózva várjuk Kevint, veszkesetek betörődből. Ez az ünnep a jó kívánságoké. Az utcán az ismerősök áldott karácsonyt kívánva köszöntik egymást, vásárlás után még rá is mosolyognak az eladóra ezekkel a szavakkal. Ilyenkor képeslapok, e-mailek, messenger üzenetek sokasága hirdetik, hogy mennyi jót és szépet kívánnak a családok, barátok, ismerősök egymásnak. Én mit is kínálhatnék a kedves Szegvály lakosoknak ezen a karácsonyon, a 4. adventi gyertyagyújtás alkalmával? Töretlen kitartást a hétköznapi munkában, ehhez elszántságot, lendületet és jó kedvet, majd az elért sikerek feletti elégedettséget. Karácsony alkalmából kívánok békességet, szeretetet, jó szót mindenkinek. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye szépé az ünnepeket. Kívánom, hogy a karácsony ünnepet akár egyedül, akár szerettei körébe töltik, segítsék önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az új esztendőt új szívvel és új út erővel kezdhessük. Most azok munkáját szeretném megköszönni, akik az első pillanattól fogva időt, energiát nem sajnálva kapcsolódtak be az adventi szervezési munkákba, részt vettek az előkészületekben, segítették a rendezvénysorozat ördülékeny lebonyolítását. Köszönöm a segítséget azoknak, akik részt vettek az adventi koszorú és a Betlehemi lászló elkészítésében, a fényfűzérek felrakásában. Évek óta felajánlásból készül el az adventi koszorú. Köszönjük, hogy a túlnőtt kedvenc fenyőfákat most is a falu közösségének adományozták. Köszönöm a plébános úr, az intézményvezető asszonyok ünnepi gondolatait, melyek napokra meghatározták hangulatunkat, felkészítettek bennünket a karácsonyra. A bemutatott műsorokat próbák hosszú sora előzte meg. Köszönjük a csoportvezetők, a pedagógusok, a szeretők munkáját. Minden vasárnap az otthonokban sült sütemények várták az ide látogatókat. Köszönjük a felajánlásokat! A forró tea, a forradbolg elkészítése, felszolgálás és nagyon sok munkával járt hétről hétre. Hálásak vagyunk az alapanyagunk felajánlásáért és a kitartó munkáért. Ne feledkezzünk meg a hangosításról, az elég biztosításáról sem, valamint a tudósítók, fotósok munkájáról, melynek következtében otthonunkban is átélhettük az ünnepek varázsát. Beszédem végén azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne veszítsük szem elől a karácsony elmúltával se a fényt, a Betlehemi csillagot. Őrizzünk meg magunknak minél többet az ünnepből. Vigyük magunkkal a karácsony fényeit, építkezzünk évezredes értékeinkből a hétköznapokban is. Szeretetteljes, kegyelemben gazdag, áldott ünnepet kívánok minden kedves szegvári polgárnak. Kívánok olyan ünnepet, amely kizökkent bennünket a mindennapokból, olyan együttléteket, amelyeket a szív és a lélek irányít, olyan kocintásokat, amelyek az egymás melletti kitartást erősítik. Remélem az idei karácsonyon mindenki megleli azt, amit keres, amit évközben elveszített. Kívánok sok-sok türelmet, nyugalmat, tiszta szívet, szerettei körében eltöltött, megküldt karácsonyi ünnepeket. Köszönöm szépen, viszont kívánok!
utolsónak szeretnék egy nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek a végét zárni, ez pedig nem más, mint az adventi találkozások alkalmával mindazon összegyűjtött pénzadományt, ami abban a kis ládikóban, akik itt részt vettek, eljöttek, és a szombati napjukat, délutánjaikat itt töltötték. A összegyűjt pénzt, mint tudják, vagy legalábbis, ha nem tudták eddig, akkor most megosztom önökkel, a összegyűjt pénzt két részre vettük, egyik részt az iskolának fogjuk átnyújtani, a másik részét pedig az óvodának. Rájuk bízjuk, hogy mire költik, nagyon jó helye lesz, ezt biztosan tudom állítani. Úgyhogy ezt a pénzadományt, ami összességében 213 ezer forint gyűjt össze, így most ezen pillanatok alatt adnánk át a két intézményvezetőnek, úgyhogy megkérném Vígvarikát és Németh Ildikót, hogy jöjjenek ide. Kérek, a kedves szegvári lakosoknak szól, akik ebbe a borítékba belejuttatták a támogatásukat. Köszönöm szépen! Én is szeretném valamennyi felajánlónak szeretetteljes köszönetemet kifejezni. Reméljük, hamarosan meg fogjuk tudni mutatni, hogy a kis új falunk házai hogy újulnak ebből a pénzből. Köszönjük szépen! És még van egy szegvári személy, aki a neve elhallgatását kérte, 100 ezer forintot szeretne felajánlani Bihari József és családjának. Én megkérném, remélem Józsi itt van, most átadnánk ezt az összeget. De ha nincs, akkor jövő héten ezt meg fogjuk tenni. Nagyon örülünk, hogy vannak olyan lakók, lakosok, akik bármilyen okból úgy gondolják, hogy van náluk rászoruló család, és így ezt a pénzt, ezt a személy is azt mondta, hogy a Jóisten a tavalyi évben megsegítette őt, ő úgy gondolta, hogy ezzel a pénzzel szeretne segítséget nyújtani Józsiéknak, megnevezte Józsiékat, tehát nem kellett azon gondolkozni, hogy kinek ajánljuk fel, vagy kinek ajánljuk fel, tehát ezt most szeretném átnyújtani. Köszönöm szépen! És karácsony mindenkinek. Köszönjük. Köszönjük, viszont kívánjuk. Köszönjük. De jó látni és hallani, hogy ennyi jó szívű és önzetlen ember van. Köszönjük szépen polgármester úrnak a szavait, és most fogadják szeretettel a közösségi Betlehemet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Testvéreim, köszöntelek titeket! A mennyei Atya szeretetből elhatározta, hogy az idők teljességében elküldi fiát. Ennek a csodának vagyok a hírnöke, és kérlek benneteket, fontoljátok meg, milyen nagy ajándék számotokra az Atya fia, Jézus Krisztus. Most felidézzük a történteket, és dicsőíteni akarjuk Isten, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Fogadjátok a kis dedet,
szállást szeretnénk kérni. Feleségem gyermeket vár, utolsó napjaiban jár. Mi is szűkében vagyunk a helynek, de nem vagyunk szívtelen emberek. Az istállóban, az állatok között a szalmán megpihenhettek. Menjünk, József, jó lesz nekünk az istálló meleget. Ne sírj tovább, Szűz Mária, ne menjetek ma máshova. Szállásunkat mi megosztjuk, kis Jézuskát befogadjuk. Fáradtan, bágyadtan elindulnak, szemük a sötétben a hajlék után kutat. Mivel az emberek között szállást nem találtak, ezért az istállóba szálltak meg. Az istálló körül a mezőn pásztorok tanyáztak, akik a napi munkából éppen hogy hazaértek. Jó pásztorok, éjszaka szállott a mezőkre, térjünk meg hát pihenőre. Én egy kicsit álmos vagyok, amíg alszom, virasszatok. Aludj csak öreg apó, fehér a hajad, mint a hó. Én majd vigyázok anyáinál, ennél a kis tűzrakásnál. Csendes az éjszaka, békés a csillaga, ti csak aludjatok. Okos beszéd, annyit jártunk, hogy majd lejártuk a láb. Jó, hogy este van már, olyan fáradtság tört rám. Nyugszik a nyáj, mi is pihenjünk már. Éj borul a fényes égre, Betlehemnek mezejére. Hó a párnám lesz a zsombi, takarom a csillagos ég. Az imádság után szépen lepihentem, békésen alszanak a pásztor emberek. Szerte a pusztában sem van, pihen minden, a szellőset suttog, a szél se zizzen. Lefekszem hát én is, adjon az Isten jó éjszakát. Egyszerre csak nagy fényesség ragyogta be az estét, és angyalsereg szállt alá a rétre. Mennyből az angyal, eljött hozzátok, pásztorok, pásztorok, hogy Betlehemben sietve mennék, lássátok, lássátok. Jó pásztorok, ne féljetek, nagy örömet mondok nektek, hogy új régen változott. Fényít rá szép csillagszúrja, énekünk az altatója. Ő az ég és föld királya, siessetek, mint hozzája. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek, az angyali seregek vígan így énekelnek, dicsőség, dicsőség Istennek, békesség földön az embernek, békesség földön az embernek, kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet, békesség, békesség embernek. Ne tanakodjunk tovább, induljunk útnak Betlehembe. Menjünk, köszöntsük a Messiát, az ég és föld király. Rajta föl, ne várakozzunk, induljunk hát el a csillag irányába, Betlehem városába. Tehát mit vigyünk a kis Jézusnak? Drága ajándék helyett tárjuk ki a szívünket, lelkünket, és kérjünk áldást az egész világra. Pásztorok, pásztorok örvendezve, sietnek Jézushoz Betlehembe,
van, itt a jászol, jöjjetek be, pásztorok, köszöntsétek a messiást, itt annyira vártatok. Kicsi Jézus figyelnek, a pásztorok köszöntenek. Drága kicsi Jézus, legdrágább pásztorok, ó, mennyire vártunk. Nem hoztam ajándékot, csak öreg szívedet ült imádlát. Köszönjük, hogy megváltottál a világot! Szegény vagyok, mint te, szegény ismi pásztor, de boldog a szívem, és gazdagabb, mint máskor. Fogadd tőlem a legkedvesebb párát! Kicsi Jézus, vedd jól érvel tőlem a sajtot, amelyet szívből adok neked. Fogadd tőlem, hova vánkosom, melegítsen úgy, mint szívem melege. Kicsi voltál vagyok én, gazdám portáján. Legkisebb pásztor, Betlen, száján. Nincsen pénzem, nincsen, csak egy fülyám, mert oly boldogan szól ezen az éjszakán. Kedves jó pásztorok, minden szépen köszönök, hogy eljöttetek, nagy öröm, szent öröm. Kívánom, hogy a mennyben mindjárt jutalmat nyerjetek. Nézzétek, társaim, talán már itt vagyunk, a hely fölött megállt vezérlő csillagú. Az ám, de nincs itt más, csak egy istálló. Király, hogy ez a hely semmiképp nem való. Az istállóban egy gyermek, akit az édesanyja karjában hívott. Igaz, csak kisgyermek, de hiszem, tudom, nem hiába jöttünk hosszú nehéz úton. Megtaláltuk, aki után vártuk. Ez a kicsi gyermek, aminek királyunk. Mennyi a király legyen, segítség az Isten. Gáspár Bolgi, aféle földi király személye. Én vagyok a Boldizsár, aki szerencsen király. Kedves jó királyok, köszönjük a látogatást! Köszönjük királyi ajándékaitokat, Isten jutalmazza meg fáradtságotokat, és adja meg a mennyben szent koronátokat. Isten gyermekét irgalmat közénk lehozott, angyaloknak énekével néked áldozott. Tegyezd fölém kezedet, hogy az Isten szeretet töltse el ma szívem, lelkem jászolott tövét. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem, ki e sötét lelki éjben jászat keresem. Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek, s meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
Jézus születése óta évszázadok múltak el, de az emberi szívben semmi sem változott. Sötétség van bennünk, fény, csak ő árazhat ránk. Felettünk is ott ragyog egy csillag a születése ünnepén. Meg is találjuk, ha nem keressük örökké a másegén. A karrier, a pénz, a hírnév mind-mind csillag, üstökös, felvillannak, felragyognak, de fényük nem örökös. Kövessük mi a felettünk felragyogott csillagot, hogy a végső számadásnál bátran mondjuk, itt vagyok. Nem kell arany, nem kell mirha, hozza mindenki a szívét, s induljunk el köszönteni Betlehem kisdedét. Fel nagy örömre ma született, aki utána földre fedett. Mária karján égi a lény, isteni kisdet szűzne kölén. Egyszerű pásztor jött, csak ez a szalma koldusi hely, rá meleget a marha lehet. Egyszerű pásztor térveden állj, mert ez az ég és földi király. Kegyelmekben gazdag, békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönjük a közösségi betlehemeseknek, hogy évről évre megajándékoznak minket az örömhírrel, hogy megszületett a megváltó. Ezzel a gondolatokkal most itt befejeződik adventi ünnepségünk. Kérem, hogy fáradjunk át a sátorhoz, ahol a hivatal dolgozói és a Szép Öregkor Egyesület tagjai szorgos kezei munkálkodtak az eheti süteményeken. Én mindenkinek Isten áldotta, kegyelemteljes karácsony kívánok, szép családi együttléteket, meghitt találkozásokat és mindenek előtt jó egészséget. Viszontlátásra!